Na menjünk tovább. Jön a második produkció, amelyben a főszereplő a megasztáros apuka lesz. Ugye Kökény Attila 35 éves, három gyermek édesapja. Épp ezért most a gyerekek nem nagyon látják, de gondolom nem csak az egész országnak szeretne Attila bizonyítani egy fantasztikus Serháti Zsuzsa dallal, hanem a gyerekeinek is. Hát akkor jöjjön egy fantasztikus dallal a megasztáros apuka. Ez volt nekem az a mérföldkő, hogy azt mondom, hogy igen, ezt szeretném, hogy a top 13-ban benne legyek. Nagyon jól érzem magam a házba, de elsősorban én egy apa vagyok, és nagyon hiányzik a családom. Azt mondja, Dudi. Pókember, Dudi. A Megasztárházban is, meg otthon is ugyanezt a hangulatot tudom teremteni, mert én alapjáraton ilyen vagyok, szóval ilyen vagyok. Mindent megteszek azért, hogy belopjam magamat az emberek szívébe, mert elindultam egy úton, és ezt az utat már szeretném végigjárni. És már is itt van Kökény Attila, aki ma este a kicsi Gyere velem rózsát szedni színű örökzöldet énekli nekünk. Amíg el nem megnyár, addig kell az ilyet elvégezni, míg virul a tár. Kicsi, gyere fel a hegycsúcsára, arra repül a madár. Addig szeretnék a csúcsig jutni, míg van napsugár. Jön a felhő, s meglátod utolír fején a festi a zöld mezőt, hova a téli szél. Ez a világ soha nincs mit tenni, elfordítom a fejem. Kicsi, gyere velem csókot csenni, most kell szerelem. Megy az idő, ugye nincs mit tenni, elfordítom a fejem. Kicsi, gyere velem csókot csenni, most kell szerelem. Mert távolból jön a fel, utolír fejére festi a zöld mezőt, hova a téli szél. Megy az idő, ugye nincs mit tenni, elfordítom a fejem. Kicsi, gyere velem csókot csenni, most kell. Ez igen, Kökény Attila. 07 Attila kódja, a 17631-re pedig az Attila keresztnevet várjuk. Nagyon szép volt, kíváncsiak vagyunk a zsűri véleményére. Nagyon érzelmes, nagyon elegáns, nagyon magával ragadó. Gratulálok! Köszönöm! Igazán, igazán sármos vagy ma este, és jól nézel ki. Köszönöm! A múltkor jobban illettünk volna egymáshoz, mert most az avatár jutott eszembe a füledről. Most is illetek egymáshoz. Igen. Szóval köszönjük. Azt akarom mondani, hogy önnek már most van stílusa. A Megasztár előselejtező során gyakran az az érzésem, hogy ebben az országban szinte mindenki azt hiszi magáról, engem is beleértve, hogy tud énekelni. Maga tényleg tud énekelni. Gratulálok! Köszönöm szépen! Tényleg.
Nem mondok semmi újat, csak azt gondolom elmondani, hogy egyszerűen hátborzongatóan tudsz énekelni. Kösz. Köszönöm. Azt mondtad a bejátszóban, hogy ez neked már elég, hogy eljutottál a 13-on, ne legyen elég. Egyáltalán ne legyen elég. Én szeretnék ott lenni az összes koncerted, de nagyon-nagyon szeretem, ahogy énekel. Köszönjük szépen. Nagyon egyöntetű a zsűri. Hogyha megengedsz valamit nekem, vagy a rajongóidnak, én azt gondolom, hogy azt éreztem egész szám alatt, hogy, és azt remélem, hogy senki nem veszi sértésnek, hogy Cserháti Zsuzsa átölel téged ebben a számban. Tehát olyan, az jön ki a torkodból, ami egészen elképesztő. És az a másik, hogy ugye neked 3 gyermeked van, és úgy csináltad végig ezt a hetet, és úgy fogod végigcsinálni elvileg, hogyha a nézők szeretnek, hogy nélkülük. Ki hiányzik a legjobban közülük, ha lehet ilyet mondani, vagy ki az, aki erőt ad abban, hogy végig tud ezt csinálni? Hát a feleségem adja az erőt, aki meg nagyon hiányzik, az a legesleg kisebb, de ilyen sípba hiányoznak. Orgona sípba. Kicsi, közepes, nagy. Attila, én nagyon-nagyon drukkolok neked, mint mindannyiótoknak. Arra kérlek, hogy menj a többiek, kezdtem már túlvél a produkción. Elmondom gyorsan, hogy mi a kódja Attilának, a 07-es, 0691-63-62-63, ide küldhetik el a szavazatukat, ugye 17-631-esre az Attila szólt, és akkor a másik Attila, Tillát szólítom, aki ott van hát, a lihegőben. Nem nagyon jutok szóhoz, de szerintem a többiek sem. Fantasztikus volt, gratulálok Attila. Tényleg ez a legjobb szerintem, amikor az ember csak áll, már nincs éneklés, csak érzelmek, és fantasztikus. Meg is kérdezem a társad, mit szóltok Attila produkciójához? Nem, rátok is ilyen erősen hatott érzelmileg? Fantasztikus volt. Tényleg. Libabőrös lett a kajakra. A Bence is nagyon tetszett. Neked hogy tetszett, így összehasonlít az a két produkció? Eszméletlen hangja van. Hát szóval el vagyunk ájulva. És nekem mindig az az érzésem, amikor te énekelsz, mint hogyha nem is kéne neked olyan sokat készülni. Mint hogy ez így dőlne belőled. Jól érzem? Nem, mert nagyon remegek még most is. Komolyan? Aha. Kezem, lábam reszket. Szóval ennyire. Közben gondoltál a családodra, vagy a gyerekekre? Mert ilyen érzelmes dalnál az ember mindig vízionál valakit, szerintem. Igen, ő rá gondoltam. Ott van a kicsi, akivel rózsát szedni. Ővel eszedem a rózsát évek óta. Vele szeded a rózsát. Fantasztikus, te hallottad a többieket is, most már itt ugye a felkészülésben. Mit gondolsz, nagyon-nagyon kemény vetélytársaid vannak? Tehát egy kicsit azért te is félsz? Igen, nem kicsit, nagyon. Így jó, itt van például Sanders, néma maradtál. Én néztem az arcodat, egy idő után hagyjuk Attila, te nyugodtan pihenj le, amikor elkezdett az Attila énekelni, akkor így lementél, jól látom? Amikor elkezdett énekelni, erre fordultam és hallgattam, mert gyönyörű a hangja, kész. Remi? Erőt kapsz, amikor valaki olyasmi látsz a színpadon, aki nagyon jól énekel, vagy megijedsz? Hogy úristen, mi lesz? Én abszolút zavarba jöttem, szóval. Jó, hát én tudom, én már láttam, hogy a gyerekek is nagyon-nagyon jó dalokkal készültek, fantasztikus produkció következnek. Bizony, most egy kis szünetet tartunk.